A Zentai Községi Képviselőtestület tegnapi ülésén a napirend 12 pontja közül a fűtéssel kapcsolatos két napirendi pontot nem vitatták meg. Igazából két nagyon fontos napirendet levettek, akik előterjesztették. Ez a fűtéssel kapcsolatos napirendi pont, az biztos, hogy komoly vita lett volna. Önmagában több napirendet pontot egyhangulag fogadott el a KKT, tehát ilyen szempontból megvan a konstruktív ellenzékiség. Az ülés további részében a község 9 havi zárszámadását és a költségvetés módosítását vitatták meg. Törvényes kötelezettsége az, hogy elszámoljon a 9 havi költségvetési megvalósításról, tehát kell, hogy kövessék a költségvetés megvalósulását, és annak értelmében módosítani, kiegészíteni a költségvetést. Tehát ezek teljesen olyan dolgok és témák, amelyekről ugye kell, hogy vitázzunk. A 2019-es évi vagyonadó megállapításáról szóló rendeletjavaslat kapcsán kisebb vita alakult ki. A mezőgazdasági földterületekről van szó, itt egy valamekkora növekedés lesz a vagyonadóban, de ez abból származik, hogy ezeket a földterületeket, illetve ezeket az ingatlanokat többet vásárolták, nagyobb értékben adták el, nagyobb értékben vették meg, és ezeket az adóhivatal által vezetett adatok alapján lesz ez az adókulcs megállapítva. Az ülés végén a Zentai Egészségügyi Középiskola iskolaszéki tagjának és a Hófehérke óvoda igazgatóbizottsági tagjának felmentéséről és kinevezéséről egyhangúlag szavaztak a képviselők.